14-et szakad a múlén, és most művészeti román kérdőzti 12-ra tudom el tagozat el a járjól a szintén a múlén, és akkor így kerülött le is mondom én az estét mutatóként és a méter mozgalommal való foglalkozó teoretikusként. És én arra az egyik dolog, hogy én láttam az eseményhez tartozó Facebook threadben, hogy felmerült, hogy mi a mékereknek a magyar megfelelője, és ezt szeretném mindenkinek kérdezni, majd megjelent Sanders a Maker címűen kreátor címmel fordítása magyarul, úgyhogy jelen pillanatban ezt tekintetjük egy hivatalos magyar fordításának a szóra, de bocsássatok meg, mert nem tetszik ez a szó, úgyhogy maradjunk a mékerek kifejezésnél, mert akkor is jött, ha ez nem egy szép van, ha szép megfelelően ahol gyűlölött szó. Arra gondoltam, hogy már nem egy méker propagandát tartok, tehát hogy miért annyira klassz mékernek lenni, hanem szeretném felvételni az egésznek a kritikáját és a jelen pillanatban ebben a mozgalomban a jelenségben elő feszültségeket. De ez először tisztázzuk, amennyire lehet, hogy kik a mékerek. Három uralkodó, vagy egy ilyen mainstream, hogy elterjedt a nézet van erre van a jelen pillanatban, az egyik az, hogy mindenki méker. Milyen a Hertel és Viszendeszen is az előttetett könyvnek a szerzője is azt mondja, hogy mindenki méter, de én azt gondolom, hogy ez azért van, mert ennek a mozgalomnak a hajnalán vagyunk. És most meg tényleg arról szól, hogy ilyen rekrutálási dolgozás van, és mindenki érezze magának ezt a dolgot, és mindenki érezze, hogy mindenki kell. És láttam már a történelemben olyan, hogy az egykor ez a 60-as években azt mondja, hogy mindenki úgy érzi, hogy tudok, ha már nem a 70-es években mindenki dizájner, hát ki mindenki érzi magát a 21. században, hogy szervezettek. Én a személy szerint azt mondom, hogy a mékességgel is lesz egy ilyen tisztulás, és azért nem lesz mindenki méker, mint 2050-ben. A másik szegregált, tehát egy differenciális a mozgalomnak az azt mondom, hogy ezt az alapon a technológiai alapon a mékereket, hogy azokat hívjuk mékereknek, akik a digitális világgal összekapcsolják a kézzel végző dolgokat, vagy a hagyományos technológiákat. Én azt gondolom, hogy sok olyan ember kizár a történetből, aki ugyanúgy teljes jó mékereket érezheti magát is, és részesül ennek a dolognak az előnyéből. És ugye vannak olyan statisztikák, hogy az USA lakosságának 60-70%-a méker, és ez is csak úgy működik, aki elviszett működményhűtőket, és az a házasszonyokat ki is tett, az otthoni barkácsolókat, és a barátok barkácsolókat, és a mékerhez is, hogy ők nem választanak elég technológiai alapon a modern mékereket. És van egy másik megközelítés, hogy szerint a mékerség az egy szubkultúra, a minden mozgalom az egy szubkultúra, és a szubkultúra magában foglalja azt, hogy mainstream-mel szembenek. Tehát valami nem tetszik, és ellenem, és valamit megfoglalmaz ezzel kapcsolatban, úgyhogy a mékerekre sokan ilyen forradalmárokként tekintenek. És az első dolog, amit kiemelnék, az első ilyen feszültség, hogy ellenhangás van a dolog, mert pont ez, hogy ahogy a szubkultúraként mondjuk el, ennek az első és motivációja az, hogy megfoglalmaz, hogy a mékerek megfoglalmazik a fogyasztói társadalom, és jelenleg a társadalom és a gazdaság működésének kritikáját, és ők azt mondják, hogy ezzel szemben a saját maguknak akarnak termékeket készíteni, és ez egy szabadságérzetet ad, ami egy ilyen emberi identitást is ad, tehát hogy egy büszkeséget, hogy én valamit máshol csinálok, és megalkotok magamnak, és a világot alakítottam. De azt is látni kell, hogy ez a szabadság azért átlátokkal is jár. Én ad egy hatalmat, de vagy ez a hatalom a felelősség is jár. Vagy felelősség is jár egy minden esetben. Még beszélni tartunk? Jó. Minden esetben nem lehet ez semmi. Van nem is sok tárgyal. Tehát, hogy a szabadság. És... no, tehát mindenki ismeri szerintem a három nyomtatott fegyverekkel kapcsolatos káváriát, és ugyanez a kérdés vetül fel, hogy ha elképzeljük azt a jövőt, és nem tud távoli jövőt, amikor bárki műholdat költhet fel, vagy a műholddal kommunikáló eszközt küldhet fel az űrbe, vagy vírusokkal és baktériumokkal kísérletezhet, mert ez lehetővé teszi számára a minket mozgalom, az tényleg egy jobb világ lesz, vagy a felelősségre azért oda kell figyelni. Már most vannak olyan felvetések, hogy ha a le
legjobb szándéka az unokaöcsémnek készített egy játékot otthon, és azt olyan festékkel festem el, ami az ő nyálában oldódban toxikus anyagokat old ki, és mégis én erre nem tudtam, akkor az önkinek a felelőssége. Én nem tudom, hogy János Szabványból lehet az az, hogy ilyen termékek kerülhetnek a piacra, és hogy miket mozgunk a legjobb szándékával, de kikre gyűjtsük a mozgalmat. Szóval ez egy feszültség, és olyan témákat hoztam még, hogy a tanulásban milyen feszültség rejlik, és hogy a profit és az amatőrök között milyen feszültség rejlik, illetve azt, hogy azt hangsúlyozni szintén ennek a mozgalomnak a hajnalán, hogy ez annyira könnyű, pedig szerintem bazi nehéz. Tehát az, hogy még kerekedjük, vagy az, hogy egy robot elinduljon, programozni kell tudni, villamos mérnöknek kell lenni, a gépészet azért mi kell, és ez nagyon nehéz, és szerintem térjük át arra, hogy a személyes élményem az, hogy ahelyett, hogy azt hangsúlyozunk egymásnak és a világnak, hogy ez egy nagyon könnyű dolog, inkább hangsúlyozunk azt, hogy ez egy hatalmas teljesítmény, és büszkék vagyunk magunkra és egymásra. Illetve a népesség szépsége, még a közösségi szemlélet szokott lenni, és az, hogy a digitalizációra kiemelkedő választ, tehát hogy a digitalizáció, digitalizált világ hatására ugye visszatérünk az anyagokhoz, a kézzelfogható dolgokhoz, és hogy ennek a ebben milyen feszültségek rejnek, illetve a fenntarthatóságot is összefüggésbe szoktuk ezzel hozni, de csak nagyon röviden, ugye mindig egyedi terméket és prototípusják a legnehezebb és a legtöbb anyagot ülő dolog, és a mintermozgó egyetlen erről szól, szóval itt is a fenntarthatóság kérdés is mindig megkérdőjelezi. És zárszok mindent, és várjuk a kérdéseket. Ezt is kimerítettem? Nem. Hogy most lehetne kérdezni. Én azt szeretném kérdezni, hogy tudom, hogy te azért eléggé sok oldalról voltál, hogy vagy beteg a világban, gyakorlatilag mérnöki dizájner oldalról is megtennél a perszintjén is, hogy te mit látsz ennek ugye a legfontosabb lehetséges lényeg, hogy szóval te mit hol várod, hogy ez egy áttörést okoz, vagy ami már lehet, hogy történik, csak mondjuk nem lesz észre, vagy de mi az a legfontosabb a sok közül, amit szerinted lesz így a legerősebb? Én azt gondolom, hogy ez egy kényszerű dolog, tehát hogy nem mondjam, hogy a magától érdeklődött. A világban egy csomó olyan változás zajlik, ami egyértelműen hozzá ezt ugye felülmaradjunk. És hogy mindenki mellett hozzá lenni, tehát ő ezt ezzel foglalkozni kell. Most az, hogy mondhatjuk meg a határokat, hogy a működőmépítők is, hogy elkezdik is működnek el, vagy ezt már más dolgokat tartjuk fenn, az nem is biztos, hogy fontos, de azért bizonyos kérdésekre válaszokat ad. És van bennem egy ilyen optimista felem, és egy pessimista felem. Tehát, hogy ezt a kettőséget akartam a prezentációban is megmutatni. Tehát, hogy egy szebb és jobb világot hozhat az, hogyha a fogyasztói társadalmi kritikáját megfogalmazunk, és visszatérünk olyan tudásokhoz, amiket rég elfeledtünk, és tudjuk azt, hogy hogy kell fával válni, és azt is, hogy hogy kell villogtatni egy adat, tehát hogy ezek ugyanolyan fontos dolgok. De a digitalizációval kapcsolatban is ott van az, hogy egy ilyen digitális méltányvilág jön vissza, és lehet, hogy ennek a nagyon közeli jövőben is ugyanaz lesz az eredménye, hogy eltávolodunk a kézzelfogható anyagoktól és a programozás is a digitális világ felé haladik. És hogy ott van a pessimista felem, aki egy világtához lát ebben. Tehát, hogyha bárki bármit megcsinált és megtehet, és mondom nem párosodik ez egy megfelelő felelősség tudatta és intelligenciával, akkor attól a világtól én félek. Van meg olyan tanulmány játszik, például a Csík, az Innel, akik felkarolja a mély közösségeket, gyakorlatilag a fogyasztóit várnak plusz a behatásokat, és az a kérdésem az akutatói gondolat, hogy egyéb diákok, illetve a tömegnek is esetleg alapfelényeket, hogy a felhasználó közösségekben veszek új ötleteket, illetve produktusokat átfogyasztok a tömegnapos vasztalvezesség. Én azt gondolom, igen, hogy jelen pillanatban, hogy az egyik tanítósokban is ezen, hogy az egyik legnagyobb probléma most a szerzőtoknél. Úgyhogy természetesen úgy gondolok, hogy ezt azt megjelteni akarom, és a világpiacra, vagy akár csak a magyar piacra kidobni, hogy teljesen más fejlesztési út, ugye, egy folyamat. A folyamat teljesen máshoz adik le, mert hogyha úgy gondolok rám, hogy én ezt otthon működöm azért, hogy a gyerekeimmel
tanuljak ebből, és én is, mint ember fejlődjek, és meg akarom osztani a világgal, a közösséggel, és azt akarom, hogy válaszoljanak erre, és együtt fejlesszük ezt a dolgot tovább. És a kettőt nem lehet összemixelni jelen pillanatban. Ez az egész világnak el kell alakulni. Az, hogy a világcégek elindultak a felé, hogy nekem kellene a közösség felé, de az is jelzi azt, hogy ez egy olyan mozgalom, amivel számolni kell. Tehát, hogy ami ott van, amit nem fog eltűnni, sőt erősödni fog a közeljövőben, de ez a részükről is igényel elmozdulást, és nagyon is gondolok pedig, meg hát akár jogi szabályozási változtatásokat. És az open source és a megosztós társadalomban is vannak olyan veszélyek, amiket be kell látni, és közelíteni kell akár, hát nem is a szerzői jogvédelem, de valamilyen jogi és védelem és védelem felé, tehát hogy ne gondoljuk azt, hogy, tehát, hogy nem mindig hasznos az, hogy a gyerekjáték esetén is mondtam, hogy minden, hogy valami teljes irányban megoszti. És ennek a két oldalán mindenképpen közelednek el. A másik nagyon fontos dolog, hogy körülbelül véve olyan tárgyakkal, amiben több ezer óra munka van. Mérnök óra, marketing óra, minden egyéb. Tehát emberek a legjobb tudásuk szerint dolgoztak rajta. És kritizálhatjuk ezeket a dolgokat, de ne higgyük azt, hogy otthon a garázsban két óra alatt jókat csinálni. Tehát, hogy ez a, tehát, hogy szép ez a gondolat, hogy csinálok egy mobiltelefon, de ne becsüljük a egymás munkáját. Tehát én ezt is látom ebben. És hogy közelítsük ezt a két világot. Tehát egyrészt azzal, hogy csinálni, elkezdek egy ilyen terméket csinálni, megértem azt is, hogy mennyi profizmus van ebben, vagy miért úgy alakult benne. A GE meg a nagy cégek pedig gyűjthetnek ötleteket ezekben a mozgalomban és ezekben a szubkultúrákban, ami beépülhetnek annak a cél, azzal a célnal, hogy egy szerzőbb világig legyen okosabb termékekkel, amit tényleg azt felhasználókat szolgálják ki. De itt is így közelednék el a két oldalon, hogy jelen pillanatban világokra van egymást. Köszi, még egy utolsó kérdéssel elmondunk, hogyha valakiben van valami. Bennem tudom, hogy a magyar néger közösséget, hogy látod a magyar sajátosságait, és a közép-európai sajátosságait, a méker mozgalomnak. Van ez a vonal, ugye a szocializmusból, hogy kokondistás termékek, és hogy van ez a mentalitás, hogy én meg tudom szerelni, hogy össze tudok dobni egy számítógépet, hogy ennek a magyar kultúrának látod esetleg is. Amit én jelen pillanatban látok, az az, hogy az újságban és a jóléti társadalomban az én önként és újból felvállalt dolog. Tehát, hogy lemondok a fogyasztói társadalomban, meg ez a következő szint, ahova léphetek, akár szórakozás és tanulás terén. Tehát, hogy nem moziban megyek, hanem egy műhelyben. És hogy ez abszolút, tehát hogy nincs elkényszerülve ehhez képest. Nagyon sokszor is a magyar és a régióbeli népeket, ugye történetileg is, és jelentkezően is nagyon sokszor az árérzékenység és a megoldó okosba vezeti a méker világ felé, illetve ugye ezt ugye a szüleink is hozzuk már nektek, ugye mindenki ismert szerintem barkácsokos apukákat, akik ezt megoldottak. És tehát egyrészt az árérzékenység, másrészt a szocializmusban ez a snosz, tehát az a mindenkinek mindenki a terméke van, és ehhez képest én csinálok valami más. Tehát, hogy az unalom elkerülés is vezérelte a magyarokat, és hogy a két nagyon különböző motiváció van. A másik dolog, amit a Feblen indulásokkal láttunk, és erre nagyon nem számítottam, hogy rengeteg olyan történet futott be a Feblenbe, hogy nekem is volt egy ötletem, de valaki eldobta. És hogy a 40-es, hát sőt, a 40-es, 50-es is nagyobáink, így tele vannak ilyen típusú frusztrációkkal, hogy bizalmatlanok. És itt az így, hogy jó, nyilván nem az egyetemi célcsoportja az Open Design-nek és az Open Source mozgalmaknak, hanem a fiatalabbak, de én azt mondom, hogy nem, azért nagyon mindig gyökerezik, hogy ez az a bizalmatlanság egymással szemben, és így, hogy és a többen is mindig az volt a kérdés, hogy oké, én behozom ide az ötletet, és elkezdem csinálni, de nem tudok ebben mi az üzlet, és nem hiszem el, hogy ez tényleg arról szól, hogy megosztjuk, és ebből egy profitáljuk. Tehát, hogy ez a, hogy így keressük a magyarok azt, hogy ebben ugye a cápkáig is. És hogy ezt ezen, és egy amerikai